1892-ben Alpár Ignác műépítész tervei alapján épült meg a megyeháza. A Nyíregyháza Hősök terén található eklektikus stílusú épületben ekkortól tartják a közgyűléseket a megye vezetői. A műemléképület most 8 másik megyei értékkel együtt bekerült a megyei értéktárba. A helyi települési és a megyei értéktár bizottság munkájának köszönhetően egyre gyarapszik a lista. Most már 82 értéknél tart a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei értéklista, és a legutóbbi bizottsági ülésen 9 értékkel bővült, így alakult ki ez a szám, és valóban mi is az értékeket böngészve vettük azt észre, hogy a megyeháza épülete bizony még nem szerepel ebbe az értéklistába, ami egy nagyon komoly hiátus, és ezt természetesen most pótoltuk is, és azért tartottuk itt ezt a sajtótájékoztatót, azért állunk itt, hogy ezzel is szimbolizáljuk, hogy bizony a megyeháza mint épület, mint épített örökség nem csak a megyének egy nagyon fontos értéke, hanem az országnak is, hiszen az egyik legszebb, hanem a legszebb megyeháza épülete. A bátordigeti ősláp, a bátordigeti fényerdő és nyomási nagylegelő, a vitkai palántasor, a nagyari petőfifa, a tuzséri lónyai kastély, a nagydobosi sütőtök, Koszta Zoltán kisvárdai bőrművesmester művészete is felkerült a megyei értékek listájára. A tiszaszalkai általános iskolások képviselhetik Szabolcs-Szatmár-Bereg megyét május 19-én a parlamentben, a diákok számára megrendezett országos értéktár vetélkedőn.